Mezőségről hozta táncait a Szimba Völgyi Néptáncműhely.
kódjuk a 40-es a produkció erejéig Pál István Szalonna és bandájához Kodoba Martin, Florin és Radak Mihály csatlakozott. A 40-es kódot tehát elküldhetik SMS-ben, vagy használhatják a Media Click Plus applikációt, amíg meghallgatjuk Diószegi Lászlót. Makai Sándor, erdélyi református püspök író, két világháború között holttengernek nevezte a mezőséget. A kopárság, a lelki és természeti kopárságnak a hazáját jelölte így. És hát igaza volt, mert ez a terület ez a középkorban hát nagyon elszegényedett, elzártá vált. Azt mondhatom, hogy a mi szerencsénkre, mert így őrződött meg ott az erdélyi reneszánsznak a gyönyörűséges világa, amire aztán többek között Kallós Zoltán irányította rá a figyelmet. Úgyhogy a táncházban az erdélyi táncok közül is kiemelkedően népszerű lett a mezőségnek a forgatós tánca, amit itt most ti bemutattatok, fantasztikus igényességgel. Erre hagy hozzak egy példát, hogyha a zsibongóban megmutatnák a lányoknak a hajfonatát, ami önmagában is különleges, de az, hogy itt nem tudom hány, négy-öt lány is hát így hagyta a haját, vagy így fonta be a haját, az nagyszerű élmény volt. A táncok is szépek, pontosak, látványosak voltak. Egy kritikai megjegyzésem hagyd legyen, hogy a sűrű csárdás ez egy kicsit hosszú volt, valahogy úgy sehova se vezetett, nem jött ki igazán a táncnak a virtuózitása, pont azért, mert mindenki egymás mellett ott forgatta a lányt, jobban lehetett volna ezt talán egy kicsit osztani, mint ahogy a végén az a szökős, az különösen Florinnak a behozatalával nagyon szépen sikerült. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zsurávszki Zoltán. Én tudom, hogy milyen messze a Miskolctól Palatka, mert én szikszói születésű vagyok, de ennek ellenére szerintem nagyon alaposan megtanultátok, dinamikusan táncoltátok. Az a férfi tánca, szöktek a fiúk, magasra emelkedtek ki, tehát ez Attilának külön az érdeme, hogy odafigyelj, hogy ez a táncosok technikája, tehát a fiúk emelkednek, látszik a kisfilmen is, hogy kiemelkednek, szöknek fölfelé, dinamikusan, erőteljesen táncoltatok. Hát ez a művészi zárás, sokszor úgy indultunk, hogy inkább egy ilyen kisebb millióból bontakozik a tánc, és lesz egy nagy tánc, ti pedig pont fordítva. Szerintem ennek ellenére és ezzel együtt nagyon lírai volt, és a nagy erős tánc az szépen így lezárt, és így picit elhalványodott. Úgyhogy én gratulálok az együttesnek, csak így tovább, remélem találkozunk még. Köszönjük szépen!